Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora augusztus 14-én hétfőn. Remek lehetőségek nyílnak idén is a civil szervezeteknek működésük és programjaik támogatására. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk! Református fejlesztés elkészült az új bölcsőde Kemecsén. Civilek támogatása, augusztusban pályázhatnak az egyesületek. Kezdődik, új mesterszakokkal várja hallgatóit a teológia Nyíregyházán. Elkészült az új református bölcsőde Kemecsén. A több mint 1 milliárd forint értékű beruházás eredményeként közel 50 férőhelyjel és 11 fős személyzettel várják majd a családok legfiatalabb tagjait a kemecsei református tipegő bölcsődében. A megnyitón Karab Zoltán járt. Így néz ki most az új református tipegő bölcsőde Kemecsén, amely a jövőben a környékbeli településekről is tud majd fogadni gyermekeket. 2017-ben vette át a református egyházközösség a bölcsőde fenntartását az önkormányzattól, de az új épület projektjének megvalósításában az önkormányzat is szerepet vállalt. Támogatást nyert az egyházközösség, hogy így fogalmazzunk, Európai Uniós és a magyar kormánytárs finanszírozásával. Ennek a beruházásnak az összértéke, tehát a projekt összértéke, az meghaladja az 1 milliárd forintot, néhány 10 millió forinttal, és nagyon nagy jelentőségű beruházásról van szó, itt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hiszen az egyházközség életében ez az első nagyobb komoly beruházás, amelyet az egyházközösség az önkormányzattal közösen, hiszen segítettünk a projektmenedzselésben, egyéb dolgokban, amiben lehetőségünk volt, és közösen próbáltuk menedzselni ezt a projektet, és ennek a projektnek a végtermékét próbáljuk most egy projektzáró eseménnyel lezárni. A projekt záró rendezvényen a polgármester és Szalkó Károly István református lelkipásztor is felidézte a beruházás történetét, amelyet először a koronavírus járvány, majd az orosz-ukrán háború kitörése utáni gazdasági helyzet is megnehezített. Mind a mai napnak, mind pedig a mai intézmény avatónak óriási jelentősége van, hiszen nem találunk olyan feljegyzést a presbiteri jegyzőkönyvekben, illetve az egyházközség körülbelül 400 éves történelmébe visszamenőleg, hogy ekkora nagy volumenű beruházást az egyházközség meg tudott volna valósítani. Talán az 1799-től 1809-10 évig tartó templomépítés volt ennél nagyobb beruházás, és hát nagyon örülünk annak, hogy ez a nap eljött, hiszen 4 évvel ezelőtt kezdődött ez a projekt, előbb gondolkodás szintjén, aztán pályázati forrás keresése történt, 2019. augusztusában nyújtottuk be a pályázatunkat, 2020. májusában kaptuk meg a támogató okiratot. Ugye pont közben jött egy Covid járvány, ami egy kicsit meglassította a folyamatokat, és ennek következtében csak 2021. decemberében sikerült a kivitelezői szerződést aláírni. És jól emlékszem, mert ritkán van most már télen igazán hideg, de azon a napon 2022. január 10-én hétfőn, amikor átadtuk a munkaterületet, körülbelül -9-10 fokos hidegbe indult a beruházás, és azért is nagyon örömteli a mai nap, mert maga az építkezés megkezdése gyakorlatilag egybeesett az ukrán-orosz háború kitörésével, és ennek minden gazdasági következményével, tehát az építőanyag árak drágulásával, annak a beszerzésével, a szállítás költségei, az üzemanyag árak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok nehezítő tényezője volt a beruházásnak, de azért van pontosan nagy öröm a szívünkbe, hogy mégiscsak eljött ez a mai nap. És hogy mennyire szemmel kíséri az örökkévaló Isten, ami mindennapjainkat, és azokat az eseményeket, és azt a szolgálati rendet, amit az egyházközség vezet. Éppen a napokban olvassuk Jakab apostol levelét az Új Szövetségből, és ott Jakab apostol néhány elbizakodott testvérhez szól a maga szelid apostoli hangján, hogy hát ti dicsekedtek és kérkedtek, és így szóltok, hogy elmegyünk egy városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és majd busás haszonnal térünk vissza, és azt mondja Jakab apostol, sokkal helyesebb azt mondani, vagy egy olyan lélekkel élni, hogy ha az Úr akarja, és élünk,
akkor ezt vagy azt fogunk megcselekedni. A mi tervünk is az volt, hogy már 2022. szeptember 1-ével ide gyerekek járnak, de tényleg mögöttünk van három olyan esztendő, ami kis hazánk, vagy Európa, vagy a világ történelmében olyan változásokat hozott, maga a koronavírus, maga ugye a háborús helyzet, ami egy éves csúszást eredményezett végül, meg ami megmutatta számunkra, hogy tervezhetünk, akarhatunk és cselekedjük a dolgunkat, de az Isten kegyelmével kell leginkább számolni, és az Isten akaratának a rendjébe kell beleilleszteni a mi szolgálatunkat. Úgyhogy ez így együtt egy olyan kerek egész, ami miatt most nekünk hála van és öröm a mi szívünkbe. Valóban egy impozáns épületről van szó, és nem csak az épület, hanem a környezete is szerintem tényleg szemedgyönyörködtető. Nem tudom, jártak-e 2 évvel ezelőtt Kemecsén, ha igen, akkor ezen a 1,5 hektáros területen gyakorlatilag egy kaszáló, egy viszonylag elhanyagolt területet lehetett látni, és óriási a kontraszt, hogyha visszanézünk egy fényképet azokból az időkből, vagy most egy ilyen utcafronti képet. Kezdettől fogva, amióta a Református Egyház fenntartója a Tipegő bölcsőnek, ez 2017. szeptember 1-e, kezdettől fogva van 7 települése feladatellátási szerződésünk, ez a környékbeli települések. Körülbelül 4-5 gyerek jön a környékbeli településekről, 56 férőhelyes az intézmény, és hogy tovább gondoljuk, a településre nagyon sok fiatal család érkezik. A város közelsége, a nyíregyházi munkahelyek vonzóvá teszik Felső-Szabolcsi régióból, Szatmári régióból, de egyre többen Kárpátalján is. Itt telepszenek le, és az 56 férőhelyes bölcsődénk úgy van tele, hogy 37 fős várólistát vezet az intézményvezető asszony, tehát még további közel 40 gyerek szeretne bölcsődei ellátásban részesülni a 7 településről, és leginkább Kemecséről. Hát próbáljuk az igényeket kiszolgálni, és próbáljuk a gyerekeket felvenni, de hát a kapacitásunk egyelőre ezt az 56 férőhelyet teszi lehetővé, de tehát bőven van várólistánk is. A gyülekezet mérete körülbelül 1800 református él Kemecsén, 350 egyház fenntartást fizető egyháztagja van a gyülekezetnek. Hétvégén azért, bár ingadozó a létszám, ez sok mindentől függ, de egy olyan 50 és 80 fő között azért az istentiszteleti létszám a körül mozog. Az új bölcsődébe költözés után várhatóan 11 fővel folytatódik a munka, egy szakmai vezetővel, 8 nevelővel és 2 dajkával. A bölcsőde közel 50 férőhellyel fog működni. Megjelentek az új felhívások a Magyar Falu Program falusi civil alapkeretében. A kormány idén is folytatja a 2020 óta futó programot, amelynek célja a kistelepülésen élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása. A pályázat részleteiről kérdezem Kis Andrást, a Vármegyei Civil Információs Központ operatív igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a nézőket. Falusi civil alap 2020 óta létezik. Mi volt az alapvető gondolat, amikor ez a pályázati forrás megszületett? Mi volt a cél? A Magyar Falu Program az, ami először megszületett. Orbán Viktor miniszterelnök úr kormányzása idején és Gyopáros Alpár kormánybiztos úr kormánybiztossága hoz kötődően 2018 második felétől, 2019-től van a Magyar Falu Program, amely az 5000 fő alatti települések életminőségének megőrzését, javítását, az ott lévő közszolgáltatások fejlesztését, a helyi infrastruktúra megújítását szolgálja, és ehhez csatlakozott ennek a programnak a keretében a falusi civil alap, amely 2020-tól része a programnak, és amelynek a célja az, hogy a falvakban kistelepülésen működő civil szervezetek is részesei annak a közösségi munkának, amelyet azon a 5000 fő alatti településen végeznek a helyi közösségek. Nagyon fontos annak a népdalkörnek, polgárőr egyesületnek, tűzoltó egyesületnek, vagy falu vagy városszépítő egyesületnek, hiszen az 5000 fő alatti városok is részei ennek a programnak, az, hogy ott a közösségi élet megújuljon,
és ezt segíti a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap. Négy területen segíti. A négy terület az a falusi civil szervezetek infrastruktúrális beruházásai, tehát ingatlanvásárlás és felújítás. Ez idén is nyitva lévő pályázat 7 millió forint erejéig adhatják be a civilek ilyen jellegű céljaikra. A második a gépjárművásárlás, egy ekkora megyében, ahol értelemszerűen a civil szervezeteknek legyen az egy polgárőr egyesület, egy nyugdíjas klub, és ezeket a földrajzi távolságokat át kell hidalni, a közösségi céljaik megvalósulása kapcsán szintén 7 millió forintig pályázhatnak gépjárműre. Azt gondolom, ezt se kell indokolni, hogy miért fontos. Programra, helyi közösségi programra, amely szintén fontos, hiszen pár éve volt a Covid. Egy háborús időszakban élünk, amikor a országunk szomszédságában a háború dúl. Egy olyan időszakban élünk, amikor azért mindenkit a háborús inflációból következő nehézségek nyomaszthatnak. Egy ilyen időszakban az, hogy programokat szerveznek civil szervezetek, eseményeket, amely az ott élőknek a közérzetét, a kikapcsolódási lehetőséget javítja, igazából ez az a program, amelyre el tudnak menni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, főleg ha azt is hozzátesszük, hogy nagyon sok civil szervezet programjait a helyi önkormányzattal, a helyi egyházi közösséggel, egyéb helyi társadalmi szereplőkkel közösen csinálja, tehát az egész közösséget megmozgatja. Ez a kiírási fajta 2 millió forint erejéig, vagy eszközre is pályázhatnak a civil szervezetek, szintén 2 millió forint erejéig, amelyet akár az informatikai eszközök, akár egyéb eszközök esetén, ami egy tűzoltó vagy egy polgárőr egyesület kapcsán egyenruha, egyéb olyan néptáncruha, egy néptánc egyesületnél szintén eszközberuházás keretében megvásárolható, ami szintén nagy jelentőségű az a civil szervezet számára. És azért is tartom ezt nagyon fontosnak, hiszen a falusi civil alap egy jó lehetőség, és az, hogy egy nehéz évben is ez a kiírási forma megmaradt, azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség a civileknek. Szeretném azt is hozzátenni viszont, hogy természetesen, ahogy minden, ami körülöttünk van ebben az évben, látszik, hogy nehezebb, hogy egy veszélyek korában élünk. Értelemszerűen ez a falusi civil alap kapcsán is látszik, most kisebb az összkeretösszeg, mint ami korábban rendelkezésre állt, de annak van nagy jelentősége, hogy egy ilyen nehéz évben is megmaradt ez a program, megmaradt ez a kiírás, ennek tudunk örülni, és értelemszerűen ahogy a ország teherbíró képessége, ahogy más alapoknál is javul, akkor ez is várható, hogy tovább fog izmosodni, de a puszta léte ennek a programnak ebben az évben azt gondolom, hogy nagy jelentőségű, és erre is felhívnám a önökön keresztül a nézők figyelmét. Hogyha egy népdalkör pályázik, akkor milyen feltételekkel tud pályázni? Tehát kell, hogy legyen civil egyesületként bejegyezve, vagy segíthet más neki ebben, vagy hogyha mondjuk egy ingatlan felújításra pályázik ez a civil egyesület, akkor kell, hogy az ingatlan az ő tulajdonában legyen. Milyen feltételek vannak, mennyire tudnak esetleg önöktől segítséget kérni, hogyha ők nem nagyon tudják, hogy milyen feltételekkel, hogyan tudjon pályázni? Nagyon fontos kérdés, amit ön érintett, és köszönöm is a kérdést. Egyrészt a hogyan. Ezt a pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, a BGA bonyolítja le. Ebből adódóan a NIR rendszeren keresztül tudnak pályázni a civil szervezetek. A pályázati kiírás a bgazrt.hu honlapon, de akár a mi honlapunkon a szabolcs-cic.hu honlapon is elérhető. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Központ az Árok utca 41 alatt irodában, akár személyesen, akár ha a honlapunkon egyébként megtalálható e-mail címünkön kapunk bármilyen kérdés, segítségkérést, akkor azt természetesen válaszolunk. Tehát azt javaslom a civileknek, hogy pályázzanak, ha ez a kiírás úgy érzi, hogy nekik szól, ha van olyan közösségépítő, közösségjavító tervük,
Szerintem ez egy fontos lehetőség. A másik kérdés része válaszolva, az 5000 fő alatti településen székhelyen rendelkező civil szervezetek pályázhatnak. Az is fontos, hogy ezen szervezetek csak civil szervezetek pályázhatnak. Tehát a jogi státuszuk ez alapítvány, egyesület, szövetség, amely civil szervezeti jogi státuszban működik. Egyébként ez minden szervezet tudja magáról, hogy ebbe tartozik-e, de egyébként a bíróság.hu honlapon mindenki, illetve a nyilvántartási papírjából erről tud tájékozódni, tehát a civil szervezetek pályázhatnak erre a kiírásra. A finanszírozása elő, vagy utófinanszírozat, hogyan készüljenek a szervezetek? Előfinanszírozási lehetőséggel lehet élni. Nagy segítség. Tehát előfinanszírozott a pályázat, és még egy kérdés részre szeretnék válaszolni. Kérdezte konkrétan az ingatlan dolgát. Abban az esetben, hogyha egyházi vagy önkormányzati szereplő legalább 5 éves hosszú távú ingyenes használatba adja az ingatlant az adott civil szervezetnek, vagy a tulajdonában van, de több civil szervezet használja, akkor a civil szervezet pályázhat az általa használt rész felújítására, illetve azon részek felújítására is, amely civil szervezeti használatban van. Tehát ha mondjuk több civil szervezet használ egy ingatlant, akkor az a pályázatot beadó civil szervezet nem csak az általa használt, hanem a többi civil szervezet által használt épületrészt is, ez főleg kis településen, vagy akár egy kisvárosban is létező kérdés lehet, ahol mondjuk egy civil házban több civil szervezet van, és beadhatja a pályázatot. Még talán fontos lehet az, hogy ugye augusztus 31-ig lehet pályázni, mindenképpen minden szükséges dokumentumnak meg kell addigra lennie. Mondjuk van idő, most augusztus 14-e van. Igen, arra biztatok mindenkit, nem sok dokumentumot kérnek egyébként a pályázat kiírói, tehát ténylegesen pár dokumentumról beszélünk, de ez méltó és igazságos is, hiszen tudjuk, hogy a civil szervezetek jelentős része nem főállásban, non-profit módon, munka mellett végzi ezt a fajta társadalmi tevékenységet, tehát azt gondolom, hogy méltó és igazságos, hogy alapvetően egy egyszerű pályázati formáról beszélünk, de bizonyos dokumentációkat fel kell csatolni, ez a pályázati kiírásban megtalálható, értelemszerűen ezeket fontos, és én arra biztatok mindenkit, hogy bár a pályázat beadási határideje az augusztus utolsó napján 14 óra, de ne hagyjuk az utolsó pillanatra, aki teheti, értelemszerűen mindenkinek azért a nyár, nyaralás, szabadság, stb. Tehát a sok programmal és a civil szervezetek egy jelentős része a programjait is ilyenkor valósítja meg, tehát sok programmal, sok eseménnyel tarkított időszak, de ha van rá időnk, akkor én arra biztatok mindenkit, hogy a következő napokban, következő 2 hétben minél hamarabb csinálja meg, és töltse fel, ne az utolsó pillanatra hagyja, és augusztus végén, augusztus 31-én 14 órakor szár a pályázati kiírás. Egy szervezet csak egy célra pályázhat? Igen, egy szervezet a 4 kiírás közül kell, hogy válasszon, és egy komponensre pályázhat. Egy szervezet egy pályázatot adott be. Az előfordult, hogyha van egy civil ház mondjuk akkor, és egy nagyobb jellegű beruházásra lenne szükség egy felújításhoz, hogy a több civil szervezet ugyanazt a célt jelöli meg, csak esetlegesen összeadódnak a pályázati lehetőségek, vagy ez nagyon egyedi lehet mint eset. Ebben a helyzetben, amit több mondott, ez egy nagyon egyedi eset, és alapvetően 5000 fő alatti településeken ez nem fordul elő. Uh-huh. És egyébként azt gondolom, hogy nagyon fontos a műszaki tartalom nagyon éles elválasztása. Tehát azt gondolom, hogy ez egy 10 000 vagy 100 000 fős településen van olyan, hogy akkora jelentőségű vagy jellegű ingatlanról beszélünk, nem egy 5000 fő alatti településen, és értelemszerűen itt a 5000 fő feletti településen dolgozott civil szervezetek ebben a pályázatban nem tudnak indulni, hiszen az 5000 fő alatti települések civil szervezeteinek van kiírva. Kicsit más témával folytassuk, véget ér majd az augusztus, jön a szeptember eleje, és 2 helyszínen is szerveznek idén is véradást, kifejezetten a civil szervezeteket megcélozva. Mit kell erről a véradásról tudni?
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén másodjára összesen 9. alkalommal szervezzük meg a civil véradást. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a családjában, rokoni, ismerősi körében van olyan ember, aki nagyot segített a vér, mint olyan. És ez azért lehet, azért zavartalan az ország vérellátása, mert vannak jó szándékú emberek, akik adakoznak, akik adják a vérüket. És ehhez mindannyian hozzá tudunk járulni. És a civil szervezeteknek az önzetlenség, a karitativitás, az önkéntesség, az egy fontos célkitűzés. És a civil közösségi szolgáltató központ nem csak egy iroda akar lenni eldugva valahol Nyíregyházán, vagy nem is annyira eldugva, azért beszélgetünk mi is, hogy ne legyünk látótávolságon kívül, hanem jelenjen meg a közösségben, a társadalomban. És ez az ügy, ez pont arról szól, hogy mi civilek közös erővel két helyszínen, szeptember 5-én Máté Szalkárnél a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban, a délelőtti órákban 9-től 2-ig, és Nyíregyházán pedig 7-én csütörtökön 8-tól 1-ig várjuk a civileket, ez pedig az úgynevezett zöld irodaházban, ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatalnak az épülete a Hősök terén, a taxiállomásnál, a zöld irodaházban várunk mindenkit nagy szeretettel, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan cél, ahol civil szervezetek együtt egy jó célért önzetlenül tudnak segíteni, és tényleg arra biztatok mindenkit, én is minden alkalommal elmegyek, és vért is adok, és arra biztatok mindenkit, hogy ő is, ha teheti, mert van, aki nem teheti meg, de ha teheti, akkor jöjjön és segítsen. És utolsó olyan program, amit szintén picit beharangoznék, azt gondolom, hogy ősszel is lesz alkalmunk, akár így, ilyen beszélgetősebb, akár hírjelleggel beszélgetnünk, hiszen a Kölcsei TV mindig hírt ad az eseményeinkről, amit ezúton is köszönök, és szeptember 12-én pedig egy civil info NEA 2024 című rendezvényt szervezünk a Vármegyeházán, amelyen Szalai Bobrovnicki Vince államtitkár úr, akihez egyébként, mint civil államtitkárhoz a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap is tartozik, de az ő államtitkárságához tartozik a Nemzeti Együttműködési Alap is fog előadást tartani. Ez a Vármegyeházán a Hősök tere 5 szám alatt 17 órai kezdettel, szeptember 12-én lesz, és ez már előrevetíti azt, hogy ősszel várhatóan kiírásra kerül a 2024. évi Nemzeti Együttműködési Alappályázat. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és jó dolog, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap mindig meghirdetésre kerül előző év őszén, a következő évi pályázati lehetőség, amely majd 2024 április 1-től elinduló tevékenységeket támogat, de azzal, hogy már most megjelenik, a tervezhetőség, a kiszámíthatóság fontos, és akkor még megemlítenék egy dolgot a Magyar Falu program kapcsán is, hogy a Falusi Civil Alap felhasználása az 23. augusztus 1 és 2024. december 31 közötti tevékenységre számolható el. Azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy egy tervezhető, kiszámítható, komoly megvalósítási időintervallumot adó pályázatról van szó. Köszönjük a tájékoztatást, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan fognak majd vele élni. Én abban bízom, és én is köszönöm a lehetőséget, hogy nagyon sok szép ügy fog ebben az évben is megvalósulni a Magyar Falu Program keretében, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években minden évben nagyon sok szép ügy valósult meg, több száz civil szervezetnek segített a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap, és arra biztatom a civileket, hogy ne egy évben, hanem egy időszakban gondolkozunk, a Magyar Falu Program egy 2020-ban indult időszak, amelynek most van egy újabb stációja, és követi majd az azt követő időszak. Tehát természetesen van olyan szervezet, aki egyik évben nyert, azt követő évben nem úgy sikerült a pályázat, nem tudott
támogatáshoz jutni, akkor ott a következő év. Tehát azt gondolom, hogy időszakban, időségben érdemes gondolkozni, és ilyen szempontból én nagyon örülök annak, hogy van Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap, és ez egy kiszámítható pályázati lehetőség. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Más témával folytatjuk. Új mesterszakokat indít a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Az intézmény kínálata az új tanévtől az eddigi 4 mellett további 3 képzéssel bővül. A részletekről Kerecsen József érdeklődött. Az oltár a nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kápolnájában. Itt gyakorolhatják a papnövendékek hivatásukat. Az intézmény ugyanakkor nem csupán papneveléssel foglalkozik, a teológia és az egyháztörténet számos tudományágát oktatják a nyíregyházi képzőhelyen. Az intézmény neve Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, de szeretném mindjárt hangsúlyozni, hogy a görög katolikusba belefér a római katolikus is, tehát aktuálisan is nagyon sok olyan hallgatónk van, aki római katolikusként tanul itt, és amikor hittanárszakosként vagy teológusként végez tanulmányokat nálunk, akkor őket ki tudjuk képezni nem csak a görög katolikus, úgymond egyházi elvárásokra, hanem a római katolikusokra is. A főiskola régebben egy olyan intézmény volt, ahol csak főiskolai végzettséget adtak ki. Az új törvények szerint a főiskola nem azt jelenti, amit korábban, a főiskola csak azt jelenti, hogy nem adhatunk ki doktori képzést. De ettől eltekintve egyetemi végzettséget adunk ki. Az új szakok, amikről beszélünk, azok is mind egyetemi végzettséget adnak. A tanárszakunk is egyetemi végzettséget ad, a teológus szakunk is azt ad. Körülbelül egy év vettük át a főiskola vezetését, és azóta igyekeztünk a kapcsolatokat szorosabbra fűzni a régió intézményeivel, a Nyíregyház Egyetemmel, a Debrecenivel, a Miskolcival. Fontos hangsúlyoznunk, hogy katolikus felsőoktatási intézményként a legközelebbi intézmény az EGRI. Tehát igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, amik ebben a régióban Miskolctól Debrecenig, Nyíregyházán keresztül kirajzolódnak. A kapcsolatunkat még mutatja az egyik új szakunk tekintetében a tudományos kapcsolódásunk, hiszen az egyik új szakunkat, ahogy talán később majd fogunk beszélni, a vallástörténet szakot, azt a Budapesti Zsidó Egyetemmel és az Avicenna Közel-Kelet-Kutató Intézettel együtt fogjuk indítani. A görögkatolikus hittudományi főiskolán az új tanévben bővül a képzési kínálat, újabb 3 mesterszakot indítanak. Elindul a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés, ez 3 specializációval végezhető el. Szintén új választható szak a keresztény egyház és művelődés történet, valamint az európai léptékkel mérve is egyedülállónak számító összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok képzés is. Eddig 4 képzésünk volt, ebből lett 7, tehát 3 új szakkal jelentkezünk most szeptembertől. Ezekre még lehet jelentkezni, egészen augusztus végéig nyitva áll a jelentkezésünk bárki számára. A képzéseinket fontos tudni, hogy bár mindegyik hitéleti képzés, de lehet rá jelentkezni olyanoknak is, akik nem rendelkeznek hitéleti diplomával, tehát bármilyen diplomával, bármilyen végzettséggel be lehet jönni a szakjainkra. A 3 új képzésünk egyik az előbb említett vallástörténet szak, amit a Zsidó Egyetemmel és az Iszlám Kutató Intézettel együtt fogunk folytatni. Ezt leginkább Budapesten tervezzük folytatni. Ez egy eléggé komplex képzés, tulajdonképpen Európában az egyetlen intézmény vagyunk, amelyik ilyen típusú képzést csinál. A neve összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok szak, és a 3 monoteista vallás, a kereszténység, iszlám és a zsidóság történetét adjuk meg a diákoknak egy ilyen komparatív szemléletben, de nem csak egy egyszerű bölcsész szak lesz ez a szak, hanem a kimenetek tekintetében 5 olyan specializációt hoztunk létre, amelyek abban segítik a diákokat, hogy konkrét munkahelyeken tudjanak elhelyezkedni. Ugye a vallásfilológus szak az egy inkább tudós szakra képesíti a diákokat, de a vallási gyűjtemények, azaz múzeumok, levéltárak, könyvtárak és vallási turizmus specializáció az már egy konkrét elhelyezkedési lehetőséget ad, nem csak egyházi gyűjteményekben, hanem államiakban is adunk képesítést. A vallás diplomácia és vallás politika egyértelműen a magyar és a nemzetközi politikai és
közéletben való elhelyezkedésre ad lehetőséget, még egyszer hangsúlyozom, nem csak hitéleti, nem csak vallási, hanem a civil tekintetben is. Végül a vallási média és kommunikáció pedig olyan szakembereket képez egyetemi mesterszinten, akik tisztában vannak nem csak a szakmájuk sajátosságaival, hanem a vallási háttérrel is. Ez tehát az egyik szakunk a három új közül. Második szakként említeném a keresztény egyház és vallás történet mesterszakot, nevezzük egyszerűen egyház történet mesterszaknak. Ez annyiban különleges szakunk, hogy Magyarországon egyedüliként nálunk lehet tanulni egyetemi szinten keleti egyházi tudományokat. Aki tehát a keleti kereszténységnek a történetével, teológiájával, liturgiájával akar foglalkozni, azt egyedül nálunk teheti meg, és erről egy mesterszintű diplomát tud kapni, sőt, aki teológusként vagy hittanárként jön be, az az egyházi licencia fokozattal is tud rendelkezni. A harmadik szakunk pedig a pastorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak. Ez inkább az egyház gyakorlati életére vonatkozóan képez szakembereket, de megint szeretném hangsúlyozni, olyan tudást fogunk átadni, ami nem csak egyházi területen kamatoztatható. Itt is három specializáció van, az egyik a karitász tudomány, ami gyakorlatilag egy szociális munkás szakembert ad a társadalomnak, a civilnek és nem csak az egyházinak. A másik egyházi szervezetfejlesztő, ami tulajdonképpen egy vezetőképző, mesterszinten végezhető képzés. A harmadik pedig mentálhigiénés szakember specializáció, ami annyiban tud többet, mint a legtöbb mentálhigiénés képzés, hogy ez államilag finanszírozható formában is végezhető, akinek még van szabad fél éve, azt tudja végezni egy mesterszakként is. Ez a három új szakunk van tehát, a vallástörténet szak, amit össze együttműködésben végzünk budapestiekkel, budapesti helyszínen, egyháztörténet, a keleti egyházatudományokról, Nyíregyházán, a harmadik pedig a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő. Mindhárom szak hitéleti szak, de mindhárom szak végezhető bárkinek. Ezek mind levelező képzés formájában fognak indulni, munka mellett végezhető szakok, és igyekszünk egy olyan tútori rendszerrel, amit most fogunk kipróbálni, segíteni a hallgatókat abban, hogy a távoktatás és egyéni felkészülés mellett egy diák-tanár közvetlen kapcsolaton keresztül is segítsük őket a felkészülésben, és aztán később még a karriertanácsadáson keresztül az elhelyezkedésben is. Fontos tudni, hogy a jelentkezés nem a felvi.hu-hoz kötött, azt közvetlenül az intézményben kell megtenni. Az új mesterszakokról a főiskola weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között az idei aratás eredményeiről kérdezem a Vármegyei Kamara elnökét. Számítunk figyelmükre, akkor is viszontlátásra!